Kritika. Teleki László szerint Magyarország 2017-es költségvetése több szférát is cserben hagy. Az MSZP képviselője sajtótájékoztatóján azt mondta, pártja éppen ezért nem is támogatta a büdzsé elfogadását. Szerinte az egészségügyre és az oktatásra nem fordít kellő figyelmet a kormány. A politikus azt is felrótta az országgyűlési többségnek, hogy a Dél-Zalát érintő módosító indítványait leszavazta. Teleki László a kiskanizsai és a palini városrészben kezdeményezte új játszóterek létrehozását és a Nagykanizsát Zalakarossal összekötő kerékpárút kiépítésére is javaslatot tett. Ezen kívül pedig a Bogdan János közösségi háza is tettem javaslatot, hogy mivel több formában oktatás zajlik ott és felnőtt szakképzés, ezért az állaga nagyon le van már lakva, és azt gondolom, hogy az idő mindenképpen azt indítványozta, hogy kezdjem el annak a felújításának is a rendezését, de ezt is természetesen módon, mint több indítványomat is leszavazták. Nem természetes, de sajnos így van. Így tehát a délzai fejlesztéseket, amit az ellenzéki képviselői szerepkörömből tudtam és szerettem volna megvalósítani, mindéket leszavazták.